Így néz most ki a közel 500 millió forint értékű beruházás után a nyírlogos ivóvízért biztosító vízműtelep. Az idei év végén lezárult több éven át tartó projekt eredményeként a településen már a korszerű ivóvízszolgáltatás jött létre, amely a polgármester szerint az elkövetkező évtizedekre megoldotta a település ivóvíz kérdését. Nyírlogoson a 70-es évektől van ivóvíz, vezetékes ivóvíz, és tulajdonképpen 2009-ben derült ki, hogy az akkori jogszabályoknak megfelelően az ivóvíz minőségünk nagyon rossz. Ebben a nitrátok, ez a mangán, a vas, a nátrium, minden benne volt, és belekerültünk egy országos programba, és elkezdték a tervezés 2016-ban. Tehát igazán úgy gondolom, hogy most oda jutottunk, hogy eddig éppen az elébb itt egy képviselőtársam mondta, hogy eddig a túl tiszta a vízünk, mert most azt mondja, eddig mindig a fürdőszobában jó barna volt, most meg azt mondja, gyönyörű a fürdőkár, most is így maradt. Tehát azt jelenti, közel 500 millió forintból sikerült megjavítanunk az ivóvízprogramot, és ez azt jelenti, hogy 30-50 évre úgy látszik, hogy rendben van ez a jövőbe Nyílugason. A 2016-ban induló tervezési szakasz után 2022-ben kezdődtek meg a munkálatok egy olyan pályázat keretében, amelynek köszönhetően Hajdúbagos, Tiszadada, Tiszadob és Tiszaeszlár mellett Nyírlogos vízminőségét is a hajtályban lévő legszigorúbb előírások mentén javították. Ivóvíznek a bázisát újították fel, tehát a csőrendszer nincs felújítva, sajnos még mindig nagyon sok eternit cső van, amit talán szerintem egy következő lépésnek kell lenni, viszont 17 mosatópontot alakítottak ki a településen, tehát az eternit csőnek megpróbálják úgy ezt fönntartani, hogy ilyen mosató, szivacslabdás mosatóval tudják szinten tartani az ivóvíznek a minőségét a jövőben. A teljes vízműtelep felújult, az épület felújult, mint egy 170 négyzetméteres épület, 4 nagy szűrő objektumot építettek be, a teljes gépészetet felújították, távirányítással működik, tehát szinte ottani élő munkaerő nélkül is teljes automatikusan működik, felújították a víztoronynak az elektronikáját. Hovánszky György hozzátette, a beruházás különösen fontos eleme volt egy új aggregátor üzembe helyezése, amely az esetenként előforduló áramkimaradások idején is biztosítani tudja az ivóvízhálózat zavartalan működését.